nem szoktam szeretni, mikor valaki a személyes tapasztalatát önti videóba, illetve sértődöttségét. Ennek ellenére ma én is ilyet fogok csinálni, tehát hogy nem sértődöttséget, mert remélem tanulságos lesz, illetve egy üzleti csatornán a helye van. No, hát vágják is bele akkor, ugye? Sziasztok, Szűcs Tamás, az üzleti gondolkodó. Úgy adódott, hogy szükségem van eredet vizsgára, és hát mit csinál ilyenkor az ember? Fogja, és a barátját megkérdezi, mármint az elektronikus barátját, tehát Google-t megkérdezi, hogy eredetvizsga. 14-et találtam a környékemen, ami egy, hát nem tudom, hogy máshol, hogyan, merre, miért, én ezt nagy számnak gondoltam. 12-t tudtam felhívni közülük, mert 12-nek volt a telefonszáma élő. A 12-ből egybe csinálnák meg úgy, hogy valamikor reggel odaviszem és este elhozom, mert az állandó eredetvizsgás alkalmazott, éppen nyaral, aki nem mellesleg az ismerősöm is, úgyhogy ő fordítva volt, tehát nem felhívtam, hanem először megkérdeztem, hogy mikor lehet vinni hozzám, mondta, hogy majd csak jövő héten, mert ő most nyaral. A többi mind legalább egy hétre előre adott volna időpontot. Na most mi a gondolom én a tanulság ebbe? Az lenne, hogy ugye ez egy ilyen nagyjából negyed órás, 20 perces feladat, már akinek a kezében van ez a gyakorlat. Szerintem, hogyha valaki tanuló és frissen kezd ebben foglalkozni, akkor fél óra, vagy egy nagyon picit több. Átnézi, fényképezi, motorszám, mindenféle dolgot az autóról, utána egy számítógépbe összegzi ezt, utána megnézi ugye a forgalmi alapján az autót, hogy nem-e keresik, így úgy amúgy, és a végén kiállítja, hogy minden rendben van, vagy éppen nincs minden rendben, és akkor ugye megvannak a retorziók. Ezt nem tudom, mert ebben még nem volt hál' Isten részem. Szóval lényeg, ezért elkérnek egy közel 20 000 forintos összeget, ami mondhatnám, hogy talán nem egy nagy összeg. Egy fél órára, vagy egy 20 perccel nem olyan rossz, de úgy látszik, ez nem egy ilyen nagy összeg most már. És hogy miért mondom ezt? Mert ugye ez egy olyan cselekmény, egy olyan dolog, ami mindenféleképpen szükség van. Tehát ezt elkerülni nem lehet. Tehát az igénybevevő, a szolgáltatás igénybevevő jelen esetben én ezt a pénzt biztosan ki fogom fizetni valahol, ahol elvállalnak. Tehát ahol azt mondják, hogy na, hogy gyere, és csináld, vagy holnap gyere, és ne pedig egy hét, vagy másfél hét, esetleg három hét. Mi a probléma a három héttel akár, hogy 15 napon van arra, hogy elvégezzem ezt a cselekményt. Tehát igazság szerint, ha ez mindig három hét nála, akkor ő folyamatosan kiesik abból, hogy a frissen vásárolt autóknál ő szóba jöhessen. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy nem nagyon akarnak ilyen munkát elvégezni, amit nem értek, hogy miért, mert ez egy talált pénz, tényleg. Tehát, ahogy az előbb is elkezdtem már mondani, én ezt a pénzt el fogom költeni, mert muszáj vagyok, hiszen ez a feltétele annak, amit csinálni szeretnék. De nekem meg igazából tök mindegy szinte, hogy hol. A végén egy kicsit arrébb levő ilyen eredetvizsgás helyet hívtam föl, 1:45 volt, azt mondja, 2:00 ide jössz. És ott voltam 1:45-re. Ő konkrétan akkor is ott lett volna a munkahelyén, egyébként alkalmazott volt, nagyon csodálkoztam, azt hittem, hogy tulajdonos. Ő akkor is ott lett volna 2 órakor a munkahelyén, ha én oda megyek, illetve ha nem. Tehát ő aznap a bevételét egy 20 000-esnyi talált pénzzel toldotta meg. Én le a kalappal, ahogy alkalmazott létére, és nagyon tisztességesen végignézte, 20 perc volt körülbelül legalább, mire végignézte az autót. Tényleg mindent végig, a öveket végig fényképezte, mindent, amit el tudok képzelni. Nagyon, nagyon csodálkoztam rajta. Szóval mi a tanulság? A tanulság, hogy vannak pénzek, amit az emberek akkor is el fognak költeni, ha a fene-fené teszik, és ha egy kereskedő vagy egy szolgáltató, ez nem nyúl érte. Tehát egy olyan ér, ami egyszer van, hiszen egy baromi nagy előnyt kapott avval, hogy az interneten őt találtam, nem nyúl érte, akkor azt a pénzt máshol fogják elkölteni. Ebből adódóan, mondjuk ezt csináld meg napi kétszer. Két eredet vizsganaponta 40 000, én szerintem a cégnek a működési költségét teljesen tudja fedezni, és amit mellette bütykölészem, hogy általában ezek műszaki vizsgahelyek, meg autószerelő műhelyek, meg hasonló, az meg a haszon lenne, vagy éppen pont fordítva. Ha az kitermel mindenedet, mert most is kitermeli, és azt hiszem, hogy minden rendben van, akkor beesik két ilyen, akkor ez a
teljes profit. Tehát konkrétan minimális ráfordítással, és itt a ráfordítást én azt gondolom, hogy a fényképezőgép, illetve a cipőtalpon kívül semmi egyéb, avval a pici ráfordítással aktív plusz bevétele, tehát profitod fog termelődni. No, hát ennyi volt a mai kis videómban, remélem tanulságos volt, biztos vagyok benne, hogy szinte minden iparágban meg lehet találni azt a plusz ilyen belső pénzt, amivel vagy a profit tartalmadat, vagy a profit szintedet tudod növelni, vagy pedig konkrétan a nullát el tudod vele érni, ami nem egy jó dolog, de legalább nem negatív az eredményed. Érdemes érte nyúlni, érdemes megragadni, érdemes az alkalmazottanak elmagyarázni, miért kell ez. Nem azért, hogy plusz 20 percig fárassza valaki, illetve hát fárassza magát, hanem azért, mert ebből fog tudni fejlődni, ebből fogja tudni megtartani a munkahelyedet mondjuk adott esetben. No hát, köszönöm, ha velem voltál, tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, nem vagy még feliratkozva a csatornámra, akkor tudod a kis csengettyű, és az összes belőve minden videómat megkapod az értesítését, illetve ha nem vagy még feliratkozva a hírlevelemre, akkor www.szucstamas.hu, nem érsz legalóra, és ott egy feliratkozó kis dobozka. Köszönöm, hogy velem voltál, jövök holnap is.